A digitális állampolgárság bevezetését 2022-ben jelentette be a kormány, tavaly pedig törvénybe iktatták. Az ehhez szükséges mobiltelefonos applikáció, a DAP már letölthető, sőt 2024 május közepétől már előregisztrálni is lehet, amihez nincs szükség sok mindenre. Személyazonosító okmányt, ami azt jelenti, hogy személyigazolványt, vagy jogosítványt, vagy útlevelet, és plusz lakcímkártyát, és ez körülbelül 2 percet vesz igénybe egyébként formányablakban. Tehát nagyon rövid, nagyon gyors. Az előregisztráció célja, hogy aki bármilyen ügy miatt bemegy egy kormányablakba, az egyúttal ezt is el tudja intézni. Ezután már nem szabad letörölni a telefonról az alkalmazást, különben újra kell majd regisztrálni. Az első funkciók szeptembertől lesznek elérhetőek. Lesz lehetőség egy elektronikus aláírás megszerzésére, innentől kezdve bármilyen szerződést elektronikusan alá tud írni az állampolgár. Korábban ugye jellemzően papíron végeztünk szerződés aláírásokat, most a jövőbe egyébként elektronikus formában is megteheti, ez jogilag ugyanolyan bizonyító erejű lesz az aláírás, mint egyébként papíron. Ez az egyik legnagyobb funkció, vagy legnagyobb újdonság az állampolgárok számára. Egyébként lesz benne még pár egyéb, például lehet digitális erkölcsi igazolványt igényelni, ugye Magyarországon ez a legtöbbet igényelt ilyen eseti okmány, ezért választottuk ezt, hogy ugye lehetőleg legtöbben így digitális és formában tudják majd ezt igényelni. Egyébként ez lesz Magyarország első digitális okmánya valaha, tehát korábban ugye papír alapú, illetve ilyen kártya alapú okmányok léteztek, úgyhogy számunkra ez egy nagy mérföldkő. Lesz lehetőség kormányablakokba időpontot foglalni az alkalmazáson belül, ugye ez is egy olyan dolog, amit nagyon sokan továbbra is szeretnek, illetve használnak, úgyhogy ezt is ugye beemeljük a funkciók közé. Lesz lehetőség az összes személyes adatomat egy helyen áttekinteni, tehát a mobil alkalmazásban szépen a tajkártyától, a személyadatoktól, az adóazonosító számon át mindent feltöltünk, onnantól ez az állampolgároknak nem kell ezt keresgélni, ha egyébként el kell küldeni mondjuk az ügyvédnek, vagy valamilyen okmány, vagy valamilyen nyilatkozat kitöltéséhez szüksége van egyébként az adataira, akkor a mobil alkalmazásban ez benne lesz, illetve a gépjárműnek is, a saját gépjárműjének az adatait ugyanígy megtalálja majd, ugyanúgy, mint egyébként mondjuk a forgalmi igazolvány, mert nem kell innentől kezdve elővenni, hanem szépen a mobiltelefonból én kiolvasom, és ki tudom kézzel írni, vagy másolni, elküldeni, nyilván attól függ, mi a célja ugye az állampolgárnak ezzel az adattal. Magyarországon nem volt még olyan mobil alkalmazás, amely az állampolgár és az állam közötti ügyintézést ilyen komplexen kezelte volna. A webes böngészővel már működött, de appon még nem, pedig már minden generáció egyre gyakrabban használja a mobilos alkalmazásokat. Ez hívta életre ezt az applikációt is. Adódik azonban a kérdés, mi történik, ha elhagyjuk vagy ellopják a telefonunkat. Maga az alkalmazás egyrészt olyan biztonsági védelmi rendszerekkel van felépítve, ami meggátolja azt, hogy bármi rossz indulatú ember betörhessen ugye magában a mobil alkalmazásba, és hozzáférhessen az adataithoz, illetve egyébként minden állampolgár le tudja tiltani magát a mobil alkalmazást, innentől kezdve, hogy a mobil alkalmazáshoz senki nem fog tudni hozzáférni. Tehát ha valaki elveszti a mobiltelefonját, ami rajta van ugye a digitális állampolgárság program, akkor a 1818-as hív vagy egy kormányablakba bemenve, ugye a személyes adatait megadja, és akkor mi a központilag le tudjuk tiltani ennek a mobil készüléknek, illetve ennek a mobil alkalmazásnak a futását, innentől kezdve nem tudja senki ugye rossz indulaton vissza felhasználni az adatokat. Az applikáció célja, hogy megkönnyítse az emberek életét. 2026-ra például odáig szeretnék fejleszteni, hogy jogosítványt és személyi igazolványt se kelljen maguknál tartaniuk az állampolgároknak. Ehhez még EU-s direktívára várnak, hiszen úgy szeretnék fejleszteni az appot, hogy azt az Európai Unióban is teljes értékűen elfogadják.